1100 éve Európában, 20 éve az Unióban. Ezt az uniós évfordulót ünnepeljük október 4-én és 5-én Szekszárdon is különböző programokkal. A témával kapcsolatban tartottak sajtótájékoztatót a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban. Nem is tudom hirtelen összeszámolni, de napi 6-8 olyan érdekes program is lehet, mely időpont egyeztetést igényel, és azt gondolom egyikről sem kellene lemaradni a hozzánk látogatóknak. Az eseményeket a Tolna Vármegyei Levéltár, a Vosinski Mór Múzeum, az Íj és Gyula Könyvtár és a Babits Mihály Kulturális Központ rendezi. 3:30 lesz október 4-én pénteken kerül sor a Szerelmes Film című film bemutatójára, és egy közönség találkozóira annak Oscar-díjas rendezőjével Szabó Istvánnal. Ez a rendezvényteremben lesz, és regisztrációjegy köteles. Tehát regisztrációs jegyet kell váltani rá, szükséges, ahogy este 7 órakor a Helység Kalapácsa című Petőfi műremekből készült színdarabra is, amely a színháztermünkben lesz. A Vosinski Mór Múzeum több programmal is készül. Az egyik az Iparművészeti Múzeum, amely a Vármegyeházán fog majd egy Iparkodjunk címet viselő kiállítást elhozni. Ez 2 héten keresztül lesz majd látható. Ez az Iparművészeti Múzeumnak a adattárának, illetve könyvtárának a kincseit fogja bemutatni, és ehhez kapcsolódóan egész napos kísérő rendezvénynek is részesei lehetnek az odalátogatók. A Tolna Vármegyei Levéltár vándorkiállítást tart, amiben 15 molinó általánosságban a magyarországi történethez kapcsolódik, és 3 molinó, az gyakorlatilag Tolna Vármegye levéltára a saját iratai, hagyományai, kultúrája, története alapján állított össze. A szekszárdi Íj és Gyula Könyvtár beszélgetést és koncertet szervez. Minden programra díjtalan a belépés, a részletes kínálat megtalálható a Babits Mihály Kulturális Központ Facebook oldalán, valamint az Instagramon és a www.szekszárdagóra.hu weboldalon is.